Ezennel a mai tárgyalást megnyitom. Kérem a vádlottakat, álljanak fel. A gyöngyösi járásbíróság előtt megjelent a 11. A-osztály. Önöket többrendbeli, csoportosan elkövetett, előre kitervelt emberölési kísérlettel vádolom. Az ítélet életfogytiglan. Börtönben letöltendő szabadságvesztés. Fellebbezésnek helye nincs, azonnal végrehajtandó. Ne! Atya úristen! Köszönöm, hogy szóltál! Gyerekek! Ébresztő! Gyerekek! Mi van? Keres ilyen korán reggel! Az osztály másik fele a hírekben! Micsoda? Rendkívül híreinkkel szakítjuk meg adásunkat. Most kaptuk azt az információt, hogy a 11. A-osztály nagy részét elítélték. A meglévő bizonyítékok értelmében ők felelnek az egyik osztálytársuk ellen elkövetett bűncselekményért. A bíróság életfogytiglan letöltendő börtönbüntetésre ítélte őket, melyet az Alcatraz börtönében kell letölteniük. Állati csőcselék, indulás a bőribe! Gyere! Gyerünk! Mit lökdösöl? Indulj el! Befelé! Menjél! Na jó, most akkor miért izzeltek be minket? Nem tudom. Hallod Lázár, dobsz egy cigit? Srácok, hol van Lázár? Szerintem nem is számít, csak fogadjuk a sorsunkat. Ki kéne már szökni? Sziasztok! 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 Szias
Látogatója jött. Magán. Indulás. Lassan. Jó, na megyünk. Jól vagyok. Nem bántanak, ugye ide van? Nem, csak... Éhez öle. Nike, te hoztál nekünk kenyeret? Hoztam kenyeret. Ez mind nekünk? Minden, egyet csak fiam, egy sovány. Kenyér? Én keresztettem. Otthon minden nap? Minden nap, Pista is csókoltad téged. Úgy vigyázz magadra, mennyi azt egyetek. Jó. Pista lányom. Szia, fiam. Megyek a szobádat. Jó. Srácok, meghoztuk a telefont! Megkapták, hogy ilyen képet! Jó, akkor majd hívunk! Aha. Értem. Gyertek ide! Srácok, gyertek! Szereztem. Aha, tehát itt megyünk. Oké. Okay. Jó, értettük. Kihált. A vezetőségben a doktor úr még bent tartott volna 2 évig, de a vezetőség teljesen éppelmének. Na, ennek örülök. Bár egyébként ez azért érdekes, mert az én esetemben pont a doktor úr fog néhány jó szót szólni, és ha minden jól megy, még a mai napon ki is engednek. Hát én nem nagyon bíznék meg abban az emberben. Én a helyedben már rég megszüktem volna, hogy elmegyógyból vagy valami. Ha valami segítség kell, szólj. Na, csak ugyan. Kösz.
A Berzenagy János elmegyógyintézet már régóta az otthonom. Hosszú évek alatt sikerült hozzászoknom az ápolók kegyetlenségéhez és a betegtársak gyenge elműségéhez, de egyedül ezáltal tudtam megkedvelni ezt a helyet. Ez idő alatt kiismertem minden kis zugát, minden kis titkát az intézménynek. Sajnos nem mindenki bírja elviselni az ápolók kínzását. Néhányan a kezeléstől összeroppannak, és egy életre tébolyodottak maradnak. Nem telt sok időbe, amíg néhány beteget be nem szippantott a ludányizmus. Meggyőződésük, hogy egy nap eljön Ludányi, a messiásuk, és kiszabadítja őket. Ismertem a Palit, 3 éve még együtt fosztottuk ki a kórház dinitrogénoxid készletét. Nem láttam valaki az a szerzető főorvosokat? Az irodájába ment, ha jól láttam. Köszi. Néhányunk egészen normális. Az ilyen emberekről fogalmunk sincs, hogy mit keresnek még itt. Némelyekről viszont egészen biztosan tudjuk. Az ápolók gyógyszerekkel mérgeznek minket, ébredjük fel emberek, hát meghalunk a kilincseken, mindenhol ott van! Sokaknak szent meggyőződése, hogy egyedül egy felsőbb hatalom érdeke, ami bolondnak való megbélyegzésünk. Ja, meghoztam, amit ígértem. Hú, köszönöm. Nem kész cserébe még egy faragót? Vadonatúj, most szereztük. Nem kell köszönöm, itt a múltkor adtál, még az is tökéletesen működik. Valaki pedig még az itt létből is pénzt csinál. Bevételük mondjuk nem igen van, de Francesco olasz kapcsolatainak hála, még életben van az üzlet. Hármas számú páciens, jöjjön csak bejjebb, üljön ide. Már rettenetesen hiányoltuk az intézmény falaiból, akarom mondani az intézmény falai közül. Ajajajajaj. Egy igazán üdítő színfolt tetszik lenni a sok elmebeteg között. Nem gondoltam volna, hogy a doktor úr ennyire érzelgős tud lenni. Bár nem mondom, engem is kissé megérint, hogy hát már többé nem térek vissza ide. Miért is ne térne vissza? Tisztán emlékszem, hogy magának még másfél év van hátra a terápiából. Valóban így volt, de a doktor úr azt tetszett ígérni, hogy amennyiben még egyszer megakadályozom az összeesküvés hívük lázadását, hát gondoskodni fog róla, hogy egy kicsit hamarabb szabaduljak. Ajaj. Én bizony Isten nagyra becsülöm magát, de ilyen ígéreteket még önnek sem tehetek. Egyedül az egyhetes távollétét tudnám garantálni, ezért cserébe. Amely meg is valósult. Na. De hát már az ötszörösét letöltöttem a kiszabott terápiának. Hát már a besúgások nélkül is már ki kellett volna réges-régen szabadulnom. Sajnálom, de amíg én vagyok itt az osztályvezető főorvos, addig az fog történni, amit én mondom. Talán igaza van Soltésznak. Szökésre azonban nem adhatom a fejem, az túlságosan sablonos. Egyedül viszont nem dönthetem meg a főorvos hatalmát. Minden beteg segítségére szükségem lesz. És már tudom is, hogy hol kezdek. És ezért kell rendületlenül hinnünk abba, hogy Ludány egyszer eljön és kiszabadít minket. Nem Ludányra van szükségünk, hanem ellen kell állnunk az agymosásnak. Tattas che piene di euro, ma manco sono sereno, ha solo il calendario pieno, fa fuck. Sto sputando veleno, tattas che piene di euro, ha solo poi non li vedi nemmeno, ha solo. Az első lépés egyszerű. Ahhoz, hogy megnyerjem az összes beteget, először is főbizalmasokat kell találnom. Valaki olyat, aki éppen ugyanannyira a józan eszénél van. Alex 2 éve került az intézménybe a szuperintelligenciája miatt. Egy ilyen személybe vonása a tervbe kétségkívül hasznos lehet. Ahogyan egy olyan befolyásos emberi is, mint Anna. Figyeljetek már, olyan ötletem támadt. Előtt adjunk hálát a szent és egyetlen Ludányinak, amiért ma is itt összegyűlhettünk. Urunk, áld meg az ételt, mit a tiszteletben készítettünk. Na, mondom tovább. Az a lényeg. Így, de mit éppen imádkoznál? És add, hogy egyszer... Two very boring minutes later.
az ion, az atom és a molekula nevében. Ámen. Ámen. Nos, már remélem, ebből nem fejezni. Arra gondoltam, hogy tehát... Tényleg arra gondoltam, hogy át kéne venni az irányítást a kórház felett. Segítetek? Igen. Meg ne próbáld! Ki lehet az? A többiek, meg nyomás a kórteremben! Szegény. A csárdánál törpe nyárfa erdő, sárgul a királydíny és homokban, odafészkel a visító vércsá! A doktor úrhoz képest ez még egy igencsak kegyes büntetés. A legutóbbi alkalommal az Anna Kareninát olvasta fel egy este alatt. Mint az 1113 oldalt. S kék virága a szamár kenyérnek, ki az már? Már lefekvés. Az ápolók még kint kergetik, de kicsúszott az a főkapun. Az hogy lehet? Mindenféle tervvel próbálkoztam, de egyszerűen mindenhol zsákutcákba ütközöm. Valahogy az áporók irodájába kéne bejutni, de az túlzottan védett. De te ismered az épületet kívül belül, ez valahogy csak a hasznunkra válhat. Soltisznak is sikerült többször véletlenül oda besétálnia, annyira nem lehet nehéz. Tényleg? Soltisz megadta a számát, már csak egy telefont kéne szereznünk, és tudnánk tőle segítséget kérni. A doktor úr mindig magánál hordja, valakinek ki kéne lopni a zsebéből. Istvánnak biztosan menne, ő mindig szétlopkodja bodócsékat. Igen, de István most a 101-es szobában van. Én még sose jártam abban a szobában. Mi történt ott vajon? Beteg azonosító. 16-as számú páciens. Kórterem. 13-as. Beteg ellátás kezdete. 2020. szeptember 1. Nagyon jó, nagyon jó. 100 fekvőtámasz, 150 felülés, 200 guggolás. Ezek után úgyis a szertorna örömeinek élünk. De ahogy látom, az idő még egy kis futáshoz is elégséges. Akkor ha nem István, akkor ki jöhetne még szóba? Bariéknak motorral könnyű lenne. Figyelemelterelés viszont akkor is kéne. Nektek holnap művészetterápiátok lesz, igaz? Kérem a szereplőket, álljanak föl, és kezdjék el a darabot. Meguntam ott a második helyet, az egyhangú... Nem jó, nem jó, nem jó! Üljenek le! Meguntam ott a második helyet, az egyhangú szabályos életet, éretlen gyermekhangú égi kart, mely mindig dicsér, rossznak mit se tart! Küzdést kívánok! Diszharmóniát! Mely új erőt szül, új világot ad. Arra gondoltam, hogy kéne ilyen tintahalas akármit enni, amit mondtál éppen, hogy a mamád szokott csinálni. Hát figyelj, ma kirocsolom nyáron, aztán lehet is venni mindent. Na. És eszünk, veszünk, iszunk. Édesek. Oh. Megvan emberek, hát megvan a telefon. Na, Hali! Na, mielőtt a mai csoportterápiát elkezdenénk, fussuk meg szokásos köreinket. Mindenki mond egy történelmi eseményt, ami pontosan leírja, hogy érzi most magát. Istvánkám, nem alszunk! De én... Nem, mondja el, hogy érzi magát. Kérek egy történelmi eseményt. Musi Zoltán villanc eléréskor. Leszakad az oldalam. Nagyon ügyes! Menjünk tovább! Szervusz Petra, mit csinálsz te itt? Hát én atomfizikázom. Ó, az nagyon atom, gratulálok! Csak így tovább! Várjon kicsit! Ennyi volt, köszönöm szépen! Jó munkát! Tessék! Á, Miklós Viktor, végeztetek is mára? Igazgató úr, végeztünk már? Az nem lehet. Kiszabadultak a betegek. Na hát úgy látszik, hogy egy beteg még kimaradt. Zárjátok be őt is, aztán végeztetek már. Nem. És hogy mi lett a terv vége? Nézzétek meg második szünetben, hogyan bontjuk tovább a rendet.
Oh, hát arra is jó lenne. És milyen volt a legény búcsú? Ne aggódj, semmi izgalmas nem történt. Nos, ekkor még én is azt gondoltam, hogy ez is csak egy átlagos lagzinak indul. Kedves násznép, hölgyek és urak! Ahogy látják, elbúcsúzott a lányos életőle immár ez a csodaszép Mátka, most a mennyasszonyi csokrát átruháznál másra. Úgyhogy megkérem a még eladó sorban lévő lányokat, hogy jöjjenek és álljanak oda szépen sorjába, hogy megnézzük, ki lesz a következő a házasulandók sorába. Végtelenül boldog vagyok, hogy ennyien eljöttek, és annak is, hogy kicsi fiam valamilyen csoda folytán mégis megnősült. Hú, mit is akartam még? Ó, igen, amikor először ment külőzni... Akkor én most átvenném a szót. Én is nagyon örülök ennek a lakodalomnak, viszont nem kellett volna ekkora felhajtás, mert papának egy idén sem ereszoló ex. Sőt, senkinek ilyen rövidet, mert az is rohadt drága. Szeretnék mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánni, legfőképpen a kisasszonyoknak. Azt hallottam, hogy a mellehúsa nagyon finom. Hagyjál már! Hé! De előtte még iszunk, nem? Persze, hogy iszunk! Nem nagyon is jól tudom. De nem kell. Olyan gyorsan feljönnek a gyerekek, mint az exponenciális ismétlés. Ez nagyon kevés volt, Nagy. Inkább fúst 10-kal. Tudod, hogy szoktam fúsni. Én mondtam, hogy ne hívjuk meg őket. Hát itt akartad, hogy mindenképp itt legyenek. Jó, ez igaz. Szotyi, azt mondtam tegnap, hogy jöjjek ide is. Nem, itt biztos, hogy nem! Az Atya, a Fiú és a Szentek, nem megtiltom ezt a kapcsolatot! Jaj, baszki, nem már! Én úgy megnéztem volna. Hé, hey, szép fiú! Egy magántáncot nem adnál esetleg? Ezek a mai fiatalok. Die heutigen Jugendlichen sind einfach furchtbar. Hát, nem tudom, mit csináltak a lánybúcsún. Hát én sem. Szerintem nem József Attilát olvastak. Hát biztos nem. Hihetetlen, mi folyik itt. Folyton csalják egymás hüvelfába. Bárcsak én is most lehetnék fiatal. Kedves násznép, hölgyek és urak! Nem marad már dolgunk hátra, mint hogy ürítjük poharunkat az ifjú házaspárra. Kezdődjék át imára a tánc és a móka, majd minden asszony, én is várok egy forgatóra. Kedves egészségükre! Tessék, egészség! Önnek is, uram? Nem. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szia, egy italt szeretnék.
Ha, a jó almás pite illata, olyan, mint a putres cimé. Már kilométerre meg ez az ember. Nem vehetek egyet? A természetesen. Ah, köszi. Váó, üdvözlöm. Mit aszakok? Egy martinit kérek fölrázva, nem keverve. A jobbik fajtából. Már is adom. A nevem Bond. Covalent Bond. Hát ez a buli nagyon gyenge. Ez? Legesz, nézd meg! Megy az integetés! Tülkizbe az a csaj. Uraim! Fúsa! Elég lassú. Szememet nem bírom hazam róla. Halljátok? Ti is blokkolnátok múlit? Mert én tolnám, mint a talicskát. Takarodj meg! Nem, nem, az a tízesből. Egy felé leszek a csajnál. Na, lássuk akkor. Elgyújt. I'm ducked. Szia! Nem kaptál meg esetleg egy italt? Hogy én? Egy nem. Hallod? Meghívhatnak egy italt? Hallod? Gruljál már, de légy szíves! Állj meg! Batman! Úristen, mi történik itt? Kér sütemény, a felatír. Nagyon jó, köszönöm. A köpcöse. 3 dollár. Nagyon jó, állom a nyurgára. Zoltán, hamar egyére rájött. Ez pedig az elkülönhetnél. Gyerünk, nem érjük rá, várunk a vendéget. Drága örömszülők, anyukák, apukák, minden rendben van, hogy érzik magukat? Igen, nagyszerű minden, jó a szolgáltatásod és a programuk. Csak sajnos kicsit ideges a nászni, azért, mert már nagyon rég készítik az ételt és még nem kaptak vacsorát. Egész este nem találunk egy pincért sem, nekünk kell folyamatosan járkálnunk még az ennivalóért. Hé, uram, maga álljon csak! Várjon már kicsit, hölgyem, hölgyem már kicsit türelmet! Hé, hölgyem már kicsit türelmet! Éjesszük meg ennél, köszi! Most biztos azon gondolkoztok, hogy egy átlagos, nyugis lagziból mégis hogyan lett ez? Emlékeztek, mit mondott Lujányi tanár úr? A kérdés inkább az, hogy miért? Tekerjünk vissza! Sajnos nem jött el. Elhoztad, amit kértem? Itt van. De nagyon ütős. Pont ez a lényeg. Esküvőjük volt, nekem meg nem is szóltak.
Jó napot kívánok! Hú, de jó végre újra látni titeket! Tanárnő, meséljen nekünk az utazásról! És tényleg, tanárnő, milyen volt a nászút? Merre jártak? A Kanári-szigeteken voltunk. Fantasztikus volt, viszont rengeteg volt a bogár. Hú, a napokban tanultuk Bioszfakton, hogy ott egy új rovarfaj jelent meg. Hát én nem tudom, Lilla, viszont nagyon összecsíptek minket, azóta is viszketek. Na, de tereljük el a témát. Hogy álltok a kampánnyal? Készülőtök már? Készen van a film és a tánc? Újra kéne díszítenünk a tálat. Jól, már megint! Akkor hozzá van érted. Az osztálycsoportba, Claudia tanárnőjét. A lányok éppen a kampány afteres boxbulit beszélték, amikor Zsófi szólt, hogy az osztályfőnökünk furcsa dolgokra kért bennünket. Leírta, hogy nem szabad senkivel találkoznunk, és holnap kora hajnalban az iskolában kell lennünk. Jó napot kívánok, kedves 11. D-osztály! Azért jöttem be, mert Claudia tanárnő komoly problémával küzdik, megcsípte egy Campanis nevű bogár. Na most ennek a csípésnek az a következménye, hogy akit megcsíp ez a bogár, az szuper képességekre tesz szert. Éppen ezért az osztályt karanténba helyezzük, és hamarosan a tanárok fognak rátok vigyázni. Ó, hát de most meddig kell itt lennünk? Szerintem meg tudnánk csinálni mi is az ellenszert. A laborerre jó is lenne. Azt szinte teljesen lehetetlen. Tanárok hamarosan itt lesznek és felügyelni fogják a folyosót. Úgyhogy innen senki is nem mehet sehova. Nincs agnosztiba járkálás, nincsen semmi az ég egyött a világon, mert utána hamarosan magyarból fogtok felállni. Na te tanár, óra után is kimehetnénk. Egyetértek, megoldanánk egy óra alatt. Szerintem a biosz és kémia faktusok is segíthetnének ebben. Hát azért szerintem az elég erős kifejezés, bár megpróbálhatjuk, de a legutóbbi eset után felroppan mindenki, szerintem nem. De nem is ismerik a Campanis vergének az összetevőit. Nyugi, már erre is gondoskodtam, mi beszélgettünk, addig mindent összeírtam. Viki, Sasza, Hanna, Lia és Lila még tegnap nem voltak, addig ők ezt simán meg tudják csinálni. Mindent összeírtam és kiraktam nekik az ajtó elé. Az a baj, Liával nem sokra megyünk, hogyha kémiázásról van szó. Sziasztok! A segítségetekre van szükségünk. A Campanis egy bogár által terjesztett betegség, amit elkaptunk, és átadtunk a többieknek. Mindenki megőrült, és nem szokványos dolgot csinál a vírustól. Meg kell gyógyulnunk a kampányra, külön megkizárnak bennünket. Bízunk benne, hogy megtaláljátok az ellenszert. Az ajtó előtt van egy halott példány, hogy mindent tudjatok venni. De nagyon vigyázzatok, mert igazgató úr azt mondta, hogy a tanárok fogják őrizni a folyosót. Este 10-ig ráérünk, lennék. Hát ez meg mi? Nevet és titulus szeretnék. Ő a nevemet. Igen. Simon Tegusztán vagyok, a romai kormányzat elnöke. Hát ez úgy néz ki, mint nyomc. Hasonlóan. Azt is írja, hogy akit eddig megfertőzött, furcsa tüneteket produkál és szuper képességeket kapott. Hát szerintem akkor vigyük fel a laborba. De gyertek, fogjátok. Az elixíreket gyártották, a 12-es teremben zajlott az élet. Ádám hipnotizálta Sacit és Botit. Roli szupererejével padokat emelgetett. Ahogy Zsombor is. Máté kártyatrükkökkel bűvölte el Altint. Vivien és Janka a jóslást gyakorolta. Közben Bence olvasta Dominik gondolatait, Bende pedig megállította az időt. Itt mindenki hülye? Itt mindenki? Remélem, minél hamarabb visszatérünk a választásra. Én pedig nem szeretnék többet belelátni az osztálytársaim gondolataiba, főleg nem a fiúkéba. Egyetértek, ez így nem mehet tovább.
Szerintem tegyünk bele ebből is. Jó, kaptok egy kicsit ebből. Az ötből is. Nagyon jó. De miért? Akkor nem kérlek. Kérlek, tudjátok a mértékeket. Hú, ez a rózsaszín ilyen. Nem tudtam bele. Jó színe van. Jó lesz, szerintem. Fústolja az meg. Azt adjuk már magának. De jó, ezt nem majd a magának fústolja. Na, te fogd le, mert egy kicsit félek tőle. Jó, kérdem a szállat. Biztos, hogy ez van? Majd meglátjuk. Meg is. Remélem. Szerintem jó, mert végeztünk. Adjatok el. Szép volt. Na, menjünk, csináljunk még. Mint ezt megtették, a hatalmas bogár feltámadt és kiszabadult a laborból, egyenesen a 12-es terem előtti folyosó szakaszra szaladt, ahol a tanárok mindent bevetettek annak érdekében, hogy ne törjön rá a 11. D-re. Kérdésekkel bombázták, bízva abban, hogy a kampányiszt nem tud ezekre válaszolni. Azt mondd el, Duárgónál veszel el már kerébe. Szi! Kampányiszt, majd olyan programot kellene írva, amiben tanulom, hogy magasságadat szerepelnek, és a legnagyobb, harmadik legnagyobb és negyedik legkisebb különbségekkel nyilván hogyan oldanak. Az adatok névsorban vannak. Megalapítanom a tárolt adatok számát, amit ennek nevezünk kell. Hogyha n kisebb, mint 7, akkor nincs megoldás. Alapvetően pedig az n-3-ból kivonnám a harmadik adat különbségét, és azt illetnám ki. Hey companies! Mire jó Excelben az F-keresőgvény? Egy tartományban, a JC-ben megkeres egy értéket. Szuper! A bogár minden kérdésre tökéletesen válaszol, így a tanárok sem állhattak az útjába. Ide figyelj, neked ma nagyon kiáll a nagyverés. Egy héten már felkészülni találkozunk a boxteremben. Jó. Árdika? Mi a baj? Hát talán nem tudom, hogy menni fog ez nekem. Ádika, ezt nem hiszem el, szedd már össze magad. Egész héten gyakoroltunk. Mindent megtanultál. Összeszeded magad, felszívod magad. Jön a jobbos, jön a balos, eltöröd az állkapcsát, betöröd az orrát, menni fog, gyerünk keményen, szedd össze magad, gyerünk már! Biztos vagyok benne, hogy Ádika kiütéssel fogja megnyerni ezt a mérkőzést. Hosszas felkészülésen vagyunk túl egy istállóba, emberméretű szalmazsákot készítettünk, és azon gyakorolta az ütéseket. Ennek a csótánynak esélye sincs. Tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket az évszázad box mérkőzésén, ahol a piros sarokban a verhetetlen Ádám ellenfele a kék sarokban a vírushordozók szörnye, a hatlábú csótány. Jöjjenek be! Jó szurkolást kívánok! Mi folyik így, Gyöngyösön? Hát nem tudsz ilyen se, hogy micsoda nagy történés van itt. Az évszázad boxmérkőzését láthatjuk. Foglalja a helyet nálunk, köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy mindenki nagy örömmel szurkol. Kinek? Ádámok! Jöjjenek be! Tiszta találatok, mély ütés nincsen. Készfogás. Szép. Box. Szelalia, Vicky, Karnis, Lilla és Sasza Ludányi tanáró segítségével létrehozza az elixírt, amitől mindenki meggyógyul. Húzd le! Gyertek irányi kompányba! Végül részt vehettünk a kampányon, és ezzel úgy hittük, minden megoldódott. Ám ez korán sem igaz. Kampanyisz még mindig szabadon kószál. A kampánynapon keres minket a második emeleten, hogy segíts nekünk megállítani a bogarat, mert a végén még téged is megtalálunk.